John Deere 6115M TLS traktor. A gép magyarországi forgalomba helyezésű, 2014-ben lett forgalomba helyezve a KIT ZRT által. Végig egy gazdánál dolgozott. Hátul 460x85 R38-as gyári Continental gumikat látjuk állítható felniken. Előszintén még a gyári Continental gumik 380x85 R28 mérettel. Járjuk egy picit körbe a traktort. A fülke föllépőnél áramtalanító kapcsoló, zárató tanksapka, gyári szerszámos láda, fülketetőn teleszkópos visszapillantó tükörszárak, visszapillantó tükrök, sárga villogó, 4 darab első munkalámpa, teljes orsúly garnitúra, 50 kg-os táskasúlyokból, TLS, azaz rugózott első híd, tökéletesen működik. Jobboldali lépcső, jobboldali fellépő a fülkéhez. A hátsó sárvédőre kihelyezve függesztőkarokat vezérlő gombok, illetve kardán kapcsoló gomb. Hátul is találunk 4 munkalámpát. Kat 3 függesztőkarok, 2 oldali kitámasztóval, alsó hasi húzó, automata vonófej, hátsó 3. pont függesztőkar, 3 pár kihelyezett hidrolika kör, illetve 1+2 vezetékes légfék van kiépítve a gépen. A hátsó szélvédő nyitható, elektromos ablaktörlővel ellátott. Mint ahogy említettem, a traktorban van 7220 üzemóra, 2 személyre van vizsgáztatva, és mondhatod 34 tonnát. Itt látjuk belépésnél a pótülést, Grammer légrugós vezetői ülést, egy magasságában és dőlésében állítható kormányoszlopot elektromos irányváltóval. Kormányoszlop oldalán a légfékmérő óra. Nézzük meg a munkakonzolt. Power Quad Plus 20x20 sebességes váltó. Összkerékhajtás kapcsoló kézigázzal. A 3 pár kézett kör vezérlő gombjai. A kardánunk 540-es, 540-es Eco, illetve 1000-es. A traktor klímával van ellátva, tehát klímás. Nagyon szép, megkímélt állapotban. Nem szakadt, nem törött. Nézzük még meg a motorteret. Szép tiszta motorral, nem csupa olajsár. Gyári matricákkal. Kapcsolható összkerékhajtás. 40 km/h sebesség.